Ha eljutottál arra a pontra, hogy szeretnél egy YouTube csatornát indítani, akkor a tökéletes helyen vagy, ugyanis ebben a videóban meg fogom neked mutatni lépésről lépésre azt, hogy hogyan érdemes YouTube csatornát indítani. A YouTube 2020-ra a világ második legnagyobb internetes keresője lett, és számtalan lehetőség rejlik benne, például megtalálhatjuk a hozzánk hasonlatos, inspiráló és inspiratív embereket. Illetve a videók által, amiket feltöltünk, lehetőségünk nyílik arra, hogy mások is felfedezzenek minket. Legelőször is nyisd meg egy internetes böngészőt, én a Google Chrome-ot használom és javaslom, szerintem az most a legjobb Windowsra. Beírod a keresőbe, hogy youtube.com. Kattints ide a bejelentkezésre. Youtube csatorna létrehozásához mindenképp szükség lesz egy Gmail-es e-mail címre, Gmail fiókra. Ha már korábban létrehoztál, akkor egyszerűen csak jelentkezz be itt. Ha még nem, akkor viszont kattints ide a fiók létrehozására, és itt látsz majd két opciót. Az egyik a saját magamnak, a másik pedig a vállalat irányítási célokra. A legnagyobb különbség a kettő között, hogy a vállalatirányítási irányítási célokra opció alatt te létrehozhatsz hozzáférést másoknak, ez abban az esetben lehet előnyös számodra, hogyha még nem ismered magad ki annyira a YouTube felületén, és esetleg van egy ismerősöd, vagy van egy kollégád, vagy van egy olyan szakember, akit szívesen megbíznál a YouTube csatornád menedzselésével, akkor ezzel a lehetőséggel tudsz számára nagyon egyszerűen hozzáférési lehetőséget létrehozni és biztosítani. Én már hoztam létre korábban Gmail fiókot, úgyhogy ebben az esetben én most visszamegyek a YouTube-nak a felületére. Miután sikerült a bejelentkezés, itt fölül látható, hogy már a saját profilképeddel, Gmail-es profilképeddel, bent is vagy a YouTube-ban. Erre kattintva, erre a kis ikonra, jó felső sarokban, látható, hogy az első opció itt a csatorna létrehozása. Nekem már van YouTube csatornám, és egyébként lehet, hogy neked is, ebben az esetben lejössz egészen a beállításokig, Ennél a pontnál adhatsz nevet annak a csatornának, amit majd menedzselni fogsz. Ez lehet a saját neved, lehet a cégednek a neved, de tulajdonképpen bármi, ami nem obszcén és nem, nyilván nem olyan, ami másoknak sértő lehet. Én ebben az esetben a Live Studio nevet fogom használni. Voilà, gratulálok, létrehoztad a YouTube csatornádat. Azonban, mielőtt feltöltenéd az első videót, Javaslom, hogy végezzel pár lépést, amellyel jelentősen láthatóbbá teszed magad már is ezen a felületen. Először is kattints ide föl a profilképet helyére, erre a kis kamera ikonra, hogy lecseréld a profilképed a te sajátodra. Add profile picture, select a follow from a computer, és itt kiválasztasz egy fotót. Én ebben az esetben a sajátomat használva, live studio-t. Beállítjuk profilképként. Következő lépésként kattints ide a csatorna testreszabása szabása gombra, névjegy, és itt adhatsz leírást a csatornádról, ami azért nagyon fontos, két szempontból is főként. Egy, mert itt teszed egyértelművé azt, hogy miről fog szólni a te csatornád, milyen videókat fogsz feltölteni, ki vagy te, hol lehet róla többet megtudni. Illetve a másik pedig, hogy kereső optimalizálás szempontjából is nagyon jó, hogyha olyan szavakat helyezel el már ebben a leírás szekcióban, amelyek kapcsolódnak a te tevékenységedhez. Itt van az én sajátom, és látható, hogy többször szerepel benne a videó, ugye alapvetően videókészítéssel foglalkozom, Utazás, természet, ez is szokott lenni tartalomban. Illetve azokat, akik néznek téged, vagy nézni fognak téged, hogyha tetszik az, amit nálad tapasztalnak, látnak, néznek, hallanak, akkor megkérheted őket, hogy egyből iratkozzanak is fel a te csatornádra. Oké, okay. itt tudod megadni azt az e-mail címet, melyeken keresztül elérhetnek téged, illetve többet láthatnak és tudhatnak meg rólad az emberek megadhatod például a Facebook oldaladat, a saját profilodat is. Illetve itt a helyet kiválaszthatod, ha Magyarországon van a tevékenységed, illetve a mondani valód is magyaroknak szól, magyarországi embereknek, akkor érdemes Magyarországot kiválasztani. Rendben, ha ezzel meg vagy, akkor ide-vissza kattintasz a te profilodra, YouTube beállítások, Csatorna, állapota és funkciók. Itt fontos, hogy igazold a csatornádat, hogy te vagy te, és te vagy ez az ember, aki menedzseli azt a csatornát, amit létrehoztál. Választ ki az országod, ez ugye Magyarország az én esetemben. Kiválaszthatod, hogy hogyan kapd meg az ellenőrző kódot. Megkaphatod automatikus hangüzenetben, vagy szöveges üzenetben is kérheted. Ha lejjebb görgetsz egy picit, akkor láthatod itt, hogy mely funkciókra vagy már jogosult, és melyeket engedélyezhetsz, például a bevételszerzés vagy élőközvetítés. Ezeknek is vannak bizonyos feltételei, amelyeket az éppen adott menüpont alatti további tudnivalókra kattintva lehet elolvasni. Rendben, most kattints ide erre a fenti gombra, ami a visszatérés a YouTube stúdióhoz, és itt bal oldalt látható a beállítások opció, rákattintunk, itt van egy olyan, hogy csatorna. Ha ide mész arra, hogy márka beállítások, akkor itt fel tudod tölteni a te saját kis logódat, amit a minden videóra beállíthatsz, hogy jelenjen meg, és akkor ezt látják a többiek is, fel tudnak például iratkozni. Most kiválasztom a Live stúdiót, és kiválaszthatod azt is, hogy hogyan a videó végén jelenjen meg, egyéni kezdési időben, vagy teljes videóban. Én az egyéni kezdési időben javaslom. Ez azt jelenti, hogy az első 5 másodpercben fog megjelenni a logód és a feliratkozási lehetőség. Továbbá, még mielőtt leokéznád, lementenéd, kattints a speciális beállításokra, és pipáld be abban az esetben persze, hogyha nem gyermekeknek készült a tartalmat, hogy nem gyermekeknek készült a tartalom. Ellenkező esetben pedig azt pipáld be, hogy gyermekeknek készült tartalmat foglal magában a videók összessége, amit készítesz és miután ezzel megvagy, kattints az alapvető adatok gombra, itt megadhatod azokat a kulcsszavakat, amik alapján téged megkereshetnek, illetve megtalálhatnak azok az emberek, érdeklődők, akiknek tetszik, érdekesnek találják azokat a tartalmakat, amiket te videóformában feltöltesz a YouTube-ra. Majd ha ezzel megvagy, akkor kattints ide a feltöltési alapbeállításokra. Itt megadhatod azt, hogy minden egyes feltöltésnél, ha valamint szeretnél automatizálni, hogy minden legyen alapvetően már a címe. Ez meg fog jelenni abban az esetben, hogyha itt bármit beleírsz, megjelenik automatikusan minden feltöltött videónál. Nekem mivel minden videómnak más a címe és a leírása, ezért ezeket nem töltöm ki, bár hozzáteszem, hogyha a weboldalat például azonos, például ha a Facebook oldalamat szeretném megjeleníteni a leírásban, illetve ha szeretném láthatóvá tenni ezt a lehetőséget azok számára, akiket érdekelhet, akkor egyszerűen csak beírom a Facebook elérhetőségemet, és kicsit lejjebb görgetve megadhatok címkéket. A címkék tulajdonképpen kulcsszavak segítenek abban, hogy azok, akik számára érdekes lehet az a tartalom, amit te feltöltesz a YouTube-ra, megtalálják a te videódat. Például az edzés esetében beírhatod, hogy edzés, kondi, tréning, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Érdemes mindig azoknak az érdeklődőknek a fejével gondolkozni, akik téged keresnek, mire gondolhatnak, mit írnának ők be a YouTube keresőbe, illetve miket írnak be ők a YouTube keresőbe, mert amiket ők beírnak, és amiket ők keresnek, olyan címkéket kell neked is itt megjeleníteni. Az én esetemben például videó, Gürtel Gábor, Live Studio, videó, készítés. Ezután kattinthatunk a mentés gombra. Ezúton is gratulálok neked, sok lépést tettél most a nagyszerű YouTube csatorna felé. A következőkben nincs más dolgod, mint elkezdeni a tartalomkreálást. A YouTube az egy eléggé összetett felület, nagyon-nagyon-nagyon sok még a lehetőség. Erről lehetne több órát beszélni, hogy milyen lehetőségek, milyen funkciók vannak. Ha szeretnél még többet megtudni a YouTube használatáról, akkor ezt írd meg ide kommentbe. Ilyen egyszerű az egész, készen is vagyunk, ám bár ez nem jelenti azt, hogy ezzel teljesen készen vagyunk, hiszen a legjava csak most jön, elkezdhetjük feltölteni a videókat. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, írd meg kommentben a meglátásod, és hogyha szeretnél még több hasonló tartalmat, akkor iratkozz fel a Live Studio YouTube csatornájára. Legyen szuper napod! Szia!